Közel két évtizedes hagyomány városunkban, hogy minden adventi vasárnapot megelőző szombat délután ökumenikus gyertyagyújtással készülünk karácsony ünnepére az agórán. Az első alkalomra november 30-án került sor, amikor is a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda készült ünnepi műsorral. Az intézmény jelenlegi diákjai és pedagógusai, valamint a szülők mellett az idei évben először csatlakoztak a szereplőkhöz egykori Szent Istvános diákok, akik mindannyian a közösség megtartó és összetartó erejét szimbolizálva készültek erre az alkalomra. Elsőként Reiter István, a városi gyertyagyújtások egyik ötletgazdája, az iskola hittantanára köszöntötte a megjelenteket, majd egy gondolatébresztő verseszenés összeállítás következett, ami maradandó közös élményt jelentett nem csak a hallgatóság, hanem a résztvevők számára is. Az éneklés öröme, lélekemelő pillanatai és a várakozás izgalma tükröződött az arcokon. Mert egy nagy érzésre vágyunk. Szívünk, lelkünk áhítozva, éhezőn, a szeretetre várunk. Eljöjj-e úgy, ahogy kívánjuk, szelíden, halkan, csendesen, mint azon a szent éjszakán, a közelgő karácsony esten. Adventben járva újra várunk. Megtaláljuk-e, akit keresünk? Eljöjj-e hozzánk a szeretet? Itt lesz-e, ott lesz-e velünk? Várakozással teli életünkben egy nagy-nagy érzésre várunk. Lelkünk, szívünk őt keresve, a békére, szeretetre vágyunk. És eljön ő, aki a szeretet, és mellyel világot megvált. Hozza békésen és csendesen, amire nagyon sok ember vár. Itt kopog majd belül, finoman, bensőd megújulva rátalál. És ha te is ezt így akarod, ha szíved szeretetet kínál, hidd el, akkor eljön ő hozzád. Fényével, szerényen, s halkan. Lényednek szeretet sugára lesz majd az édesítő hajnal. A zene hangjai után Tál Zoltán esperes plébános, a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda lelki igazgatója megáldotta a város adventi koszorúját, majd megosztotta a résztvevőkkel advent ünnepéhez fűződő gondolatait. Újra itt van advent. Örömteli. Örömteli az, hogy körülnézek, és mennyien vagyunk itt az agórán. Mennyünknek fontos az, hogy az Úr jövet, Adventus Domini, lefordítva az Úr eljövetele, és a rávaló várakozás egy-egy fényt meggyújtson a reménykedő emberek szívében. Sok a gyerek. Miért is? Azért, mert ők a jövő reménysége. Az ifjúság együtt a felnőtt generációval. Hogy is hívjuk ezt a legkisebb sejtet? Család. Egy szeretett közösség. Jó, ha elmondhatjuk róla, valóban szeretett közösség. Jövőre szent év lesz az egyházban, és a pápa azt mondja, legyen jövőre a jelmondatunk a reménység munkatársai, a remény vándorai legyünk. A reménységé, hogy ott van minden ember szívébe. Egy boldogabb új év, a betegnek egészség, a fiatalnak, hogy jövő szeptemberben egy osztályal magasabb osztályba léphet, talán sokakban karrier,
némelyekben tervek, egy új otthon, egy új autó, vagy csak egy új bicikli iránt. Mindannyiunkban élnek remények, rövid és hosszú távúak. A Szentírásban azt olvassuk, a remény nem csal meg, mert kiárad szívünkbe az Isten szeretete a belénk oltott Szentlélek által. Isten szent lelke felgyullasztja bennünk a reménység tüzét, hogy ebben az örömteli adventben, a szép karácsonyi fényekben, meg már egy előidézik számunkra, és elővételezik számunkra itt a városban, valakinek a születésére várunk, valakinek az eljövetele, ki azt mondja magáról, hogy én vagyok a szeretet, ez a szeretet megszülessik az emberi szívekben. A lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten, írja Adi az Úr érkezése című versében. Erre várunk egész adventben. Átölelje minden nap egy-egy percre az Isten, vagy az egész napunk folyamán megtapasztaljuk Isten szerető jelenlétét. Ebben a reménységben valóban legyetek Isten munkatársai, a remény zarándokai. Egy kedves történet mondja, egy apa egy nap elindult, hogy gyermekét megajándékozza. És mentek boltról boltra. Kicsi, mit szeretnél? Apa egy labdát. Megvette a labdát, beletették egy táskába, és cipelte. Apa, talán jó lenne még egy társas játék. Apa boldogan bement a másik boltba, megvásárolta, és szorította az újabb táskát a kezében. Apa, jó lenne még egy könyv, amit szeretnék elolvasni. Az apa boldog volt, és a reménység egyre nagyobb lett a szívében, hogy a gyermeknek még több örömet tud szerezni. Ezt is megvásárolta. Aztán a gyermek még sorolt egy-két dolgot, ami örömet szerzett neki, és az apa már mindkét keze tele volt sok-sok ajándékkal, és boldogan hajolt le gyermekéhez, kicsi, mit szeretnél még? És egyszer csak a gyerek ránézett, és azt mondta az édesapjának, apa, fogd meg a kezemet. Ez a közelség a fontos. Rohanunk, egy vagy két műszakot vállalunk, talán idő sincs arra, hogy gyermekeinket, unokáinkat meghallgassuk, velük játszunk, és egy kicsit advent idején elcsöndesedjünk. Lesz adventi koszorú sok család asztalán, gyújtsátok meg a gyertyát, a gyertyákat az idő múlásával, és imádkozzatok. Imádkozzatok, hogy az Isten, aki azt mondja magáról, a békefejedelme vagyok, valóban mire elérkezik karácsony ünnepe, békét, csendet és remény gyújtson a mi szívünkben. Így készülünk az idei adventre, apa, fogd meg a kezemet. Fogjuk meg egymás kezét, érezzük, hogy közel vagyunk egymáshoz, és ez a közelség megtanít bennünket még inkább arra, mit is jelent az, hogy az ember Isten képmása. Krisztus megtestesült, karácsonykor is közénk jött, Isten szeretetét felvillantsa az embernek, és reményt adjon nekünk a megváltásra. A megváltó születésére készülünk. Adja az Úr, hogy az idei adventben a nép, amely sötétséget lát, nagy fényességet lát, gyújtsa meg a mi szívünk homályában is azt a fényt, amely reményt ad minden embernek. Szép, áldott és békés adventet mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az első gyertya a hitet szimbolizálja, melynek lángját Ríder András, a Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgatója gyújtotta meg a város adventi koszorúján, majd Sándor József református lelkész és Tál Zoltán atya megáldották a résztvevőket. Nem lesz egyedül az...